látjuk a túrákat. Én 8 méteres lesz, tudom a lányt, azért. Értjük Galéria Erdély alatt, és minden éghajlati övnek és minden tájnak, mert van az a társulása, azok a jellemző fajok, amelyek kísérik a folyókat. Nagy hú, ez is. Gyönyörű ismert előttöket. Fentak. Hozzám. Figyelj, én küldelek. Küldelek én tovább, mert nem legyen. Tényleg. De most a menták közül az, hogy vörös a szárok, ez nagyon fontos. Kalakánc. Kalakánc, ez felírva, az olyan szép helyi neve van. Kalakánc. 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 Ha. Hídnak választhatsz egy másik színt. Fekete vagy barna. Fekete a világos zöld színű, innen tudjuk, hogy a pH érték normál. Számszerűen? 7-es. 7-es pont a normál. Akkor a teszterben hoztam, ugye? Az egyik vegyszerekkel. És a üvegben? Az a jó, hogy van a vizében kettő is. Tehát a szagának a vizsgálata. Szagtalan, földszagú, elemesen szagú vizet tesztek egy papírdalagra. Nem hozok benne semmi. Egy magyarul. Hát nem kell. Ennek ki az előkészítő órán beszélgettünk erről, hogy Szojva nevű település volt az, ahol összegyűjtötték a II. Világháború végén a Málenki robotra hívott embereket. Apácai Közalapítvány indított egy projektet, az a címe, hogy Határtalanul program. A célja az, hogy a határon kívüli magyar fiatalokkal megismerkedjenek a Magyarországon élő középiskolások, szakközépiskolás fiatalok.